Több mint egy hete működik Szabadkán az úgynevezett videópók rendszer. Bevezetése óta nincs szükség arra, hogy a szabálytalanul parkoló járművek elszállításánál közlekedési vagy kommunális rendőr legyen jelen. A célja viszont az, hogy lehetővé tegye, hogy a pók, népszerűtlén nevén a pók, önállóan tudjon funkcionálni, működni, anélkül, hogy hivatalos személy legyen benne. A pókban ezentúl a rendőr helyett egy rendszerkezelő foglal helyet, aki ha szabálytalanságot észlel, két képet készít a rossz helyen veszteglő járműről. A képeket a szoftver segítségével átküldi a központnak, ahol a forgalmi rendőr található. A forgalmi rendőrnek a szoftver segítségével megjelenik az adott kép a képernyőn, és ez alapján hagyja jóvá, vagy utasítja el a jármű elszállítását. A szabálytalan parkolásért 5000 dinár a büntetés, a pók munkája pedig további 5000 dinárjába kerülhet a sofőrnek.